Az Arura zenéjére az a jellemző, hogy mindig más, minden pillanatban újjászületik. Etnofilemezőket is úgy kell felfogni, mint egy fotót. A mai napon így nézek ki, a másik napon másként, mondta a Tóth Viktor Arura Trió névadója, vezetője. Az improvizáció, az improvizatív áramoknak az elkapása nagyon fontos ebben a zenében, amit csinálunk, úgyhogy minden nap igazából felveszünk egy nagy lemezt. Ez is az lesz ma. Ez a lemez, ez egy válasz volt a pandémiára, erre az embertelen világhelyzetre, és hát még most is elég súlyos dolgok fognak következni. A Have No Fear ugye azt jelenti, hogy ne félj, és igazából ez a híres növény, amiről beszélünk, az Arura, az egy misztikus növény, a buddhista kultúrában egyébként test és lelki bajokra jó. Tehát az Arura Trió muzsikája ezt a fajta lelki gyógyítást hivatott szervírozni, és hát ezért is ez a lemezünk cím, hogy Have No Fear. Nem mondanám, hogy a buddhista fővonal a lényeg az egésznek. Azt gondolom, hogy a zenészek mindenféleképpen lelki személyiségek, nagyon érzékenyek a világ változására. A hangok, az akkordok, a nagyon okos dallamok és a nagyon okos jazz behelyettesítések és különböző teóriák csak egy dolgot szolgálnak, a szabadságot és a szépség ünneplését. Úgyhogy azt gondolom, hogy minden zenész egy picit szerzetes is belül, és valami magasabbat szolgálunk, úgyhogy itt a trióban is ez jellemző, ez a nagyon finom, egymásra odafigyelő, pozitív, a minden jóval rokon gondolkodás és zenei kifejezés. Négy formáció van. A csapat kezdetektől fogva együtt dolgozik. Nincsenek helyettesek. A zenész társaimra írom a zenét. Nagyon fontos, hogy kik játsszák azt a zenét. Lukács Miklós szimbalomjáték, Orbán György bőgőjáték a nagyon-nagyon fontos ahhoz, hogy ez a kompozíció szárnyba tudjon szökkenni. Nagyon sok kompozíciónak története van, egy lelki történésről szól, és ezt nagyon finom, nagyon odafigyelő magatartással lehet csak zenévé tenni. Egyébként csak hangok, az meg nem érdekel senkit, engem biztos nem. Úgyhogy a ma este folyamán is azt gondolom, hogy egy ilyen közös repülésre lehet számítani. Hát a társaimról elmondható virtuóz vadász bombázók, de nem fognak bombázni, hanem csak pozitív energiákat fognak remélhetőleg felgerjeszteni.
Tóth Viktor sokat járt Pécsen, a legendás Zsűri zenekarban kezdte a zenei felnövekedését, Somló Tamás, Demjén Ferenc, Charlie partnereként. Pécs az ő számára is szavaival élve, gyermekkora legszebb nyara. Számomra nincsen olyan, hogy jazz meg más zene, hanem lélekteljes zene van, meg lelketlen. A lelketlennel nem foglalkozom. A jazznek a lényeg a szabadság és a szeretet, én így gondolom. Az improvizáció az azért fontos, hogy ne unjuk magunkat a világunkban. Tehát a születés, a tavasz energiája a legszebb, és ezért foglalkozom ezzel. Szóval unnám, hogyha mondjuk klasszikus zenész lennék, és minden este azt a kottát ugyanúgy le kéne játszanom, hogy az operában ülnék. Ehelyett rossz alkothatok, és minden nap újjá születhetek. Az Arura Trio muzsikája egyfajta ön- és közgyógyító zene, amely a lélek regiszterei felé áramlik a jazz, a népzene, a kortárs zene segítségével, az improvizáció szárnyán a pillanatba szőve. A zenekar vezető szaxofonosának szerzeményeiből álló első lemezük, a Szemet kincse, 2014-ben jelent meg, mely még az évben a legjobb lemezdíjat nyert el.